Folyamatosan hívták a háziorvosi rendelőkbe és az oltópontokra azokat, akik kérték a koronavírus elleni védőoltást. Márciusban országosan több mint 1,6 millióan kapták már meg legalább az első vakcinát. Igazolt vizsgálat alapján történjen meg. Sós Zoltán, az orvosi kamara megyei elnöke azt mondta március végén, hogy a harmadik hullámban sokkal gyorsabban terjed a vírus, és sokkal komolyabb egészségi problémákat okoz a betegeknek. Még egy másfél-két hónappal ezelőtt a PCR mintákban olyan 5% volt az angol variánsnak, a brit variánsnak az aránya. Most már azt tudjuk mondani, hogy 90% fölötti a PCR mintákban a brit variáns vírusnak az aránya, ami egy sokkal virulékonyabb, egy ember, akár négy embert is meg tud betegíteni. Szóval, hogy egy sokkal gyorsabban terjedő és intenzívebben terjedő harmadik hullámban vagyunk jelen pillanatban, és riasztó az, hogy milyen gyorsan emelkednek az esetszámok. Vírus ide vagy oda, Vásárosnaményban már tervezték a turisztikai szezont. A Beregszíve üdülőközpont 4 épülete teljesen megújult, összesen 48 férőhelyen rendelkezik. Az elmúlt évek bulizós Tiszapartjából családbarát üdülőhelyet szeretnének kialakítani. Szeretnénk azt, hogyha valaki kajakkal, kenóval érkezik Vásárosnaményba, akkor tudjon kölcsönözni egy bringát, bringára pattanni, bejárni az árapasztótározón keresztül a környező szatmári beregi településeket, végigmenni a középkori templomok útján, hiszen ez mind itt van Vásárosnaményban, a Beregben és Szatmárban. Ugyanakkor, aki kerékpárral érkezik, adjunk neki is lehetőséget arra, kajakot, kenókot kölcsönözve, elezzen egy kicsikét föl, menjen Jándig, a Szigetig, akár aki keményebb, menjen föl Tivadarig, és erre külön felhívnám a figyelmet, hogy nem csak az a kényelmes, ha lecsorgunk, hanem talán sportosabb az, ha fölfelé is evezünk. Gyönyörű ez a vidék, Jánd, Olcsva, Páti, és az úgy hiszem, hogy aki egyszer kajakba, kenuba száll, vagy bringára pattal ezen a vidéken, az máskor is visszatér. Még a kamerára is rácsöppent a nyírfa nedve a nyíregyházi erdészet telephelyén. A térség egyik legjellemzőbb fafajából rügyfakadás előtt március közepétől április elejéig nyerhető ki a virics, vagy ahogyan többen is ismerik, a nyírfalé. A nyírből származó édes nedv frissítő hatású, kissé édeskés ízű, és nem utolsó sorban számos jótékony hatása van az emberi szervezetre. Elsőleg, külsőleg egyaránt használták nagyon sok mindenre, immunrendszer erősítő, vérkeringés javító, kiválasztó rendszer, anyagcsererendszert segítő anyagok vannak benne, amik kedvezően hatnak. Bőr problémák ápolására, haj problémák ápolására is vannak leírások, hogy használtak ilyet. Kis hián életét vesztette egy nyomozó nyíregyházán a Sóstói úton, épp hogy nem lépett le a száguldó furgon elé, legalábbis a jelenet szerint, amelyet egy filmes stáb és a Móri Zsigmond Színház csapata rögzített a Lélek Park című film forgatásán. A tévéfilm elkészítésére a Nemzeti Filmintézet pályázata adott lehetőséget. Egy ilyen kriminél nagyon nehéz, mert szerintem rögtön az első jelenet után fordulatok következnek a történetben, úgyhogy igazából a nézők élményét nem akarom elrontani azzal, hogy bármit elárulok ezekből. Annyi, hogy Horváth László Attila és Taub Viktória két főszereplőnk, ők egy nyomozó párost alakítanak, akikkel folyamatosan nagyon egyre bizarrabb és furcsább dolgok történnek, és kiváló, két kiváló színészről beszélünk, nagyon örülök, hogy meg tudnak mutatkozni ebben a filmben, és a közönség szélesebb rétege is találkozhatnak az ő tehetségükkel. Két nagyon izgalmas színész és nagyon jó párost alkotnak. Emlékházat avattak március elején Tiszadadán Holló László kossuth-díjas magyar festő halálának 45. évfordulója alkalmából. Az emlékház homlokzatán elhelyezkedő domborművet Boncsér Árpád szobrász készítette. Az épületben 16 festmény és számos grafika kapott helyet. Az ünnepélyes átadón koszorúzással emlékeztek a művészre, majd egyházi szertartás keretében megszentelték az emlékházat.